Könyvkata kiállítása Kölesden nagy sikert aratott a szakmai és a látogatók körében. Az az Európai Uniós pályázat, melyet a megyei önkormányzat vezet, és aminek célja a 8 település értékeinek visszatanítása és megőrzése, adott keretet a programra, mely ezúttal azzal bővült, hogy a festőnő és mesterének, a nemrég elhunyt Mözsi Szabó Istvánnak egy alkotását hasonlíthatta össze saját képeivel. Maga a műki választása pedig evidens volt valahogy számomra, amikor körülnéztem, ki ragyogott a kékjével a Mözsi Szabó Istvánnak a festménye, amire fölépítettem az egész előadásomat, és párhuzamba állítottam párhuzamba állítani egy saját munkámmal, illetve egy egész gondolati szálat fel tudtam fűzni rá, ami a magyar piktúrára sajátosan jellemző drámai groteszk fogalompár, ami egyébként Supka Magdolnának a vívmánya, hogy ezt a képzőművészet területén kezdte használni, és hazai piktúrának egy olyan fogalompárja, amit én szeretnék tovább vinni, mert tulajdonképpen ennyiben meg is állt a dolog, hogy ő ezt leírta egy eszébe, használta, én pedig missziómnak érzem tovább vinni, mert nagyon igaznak érzem, és különösen igaz Mözsi Szabó István festményeire is, és egyébként szerintem az enyémekre is. A kiállítás az Új látás címet viseli, melyről Könyvkata azt mondja, minden befogadó saját ízlése és ismerete alapján értékeli a műveket. Hogyha úgymond adnak kulcsot egy dologhoz, hogyha olyan gondolatokat tárnak elénk, akkor utána újra rátekintünk erre az alkotásra, és mert máshogy új látásmódot tudunk kapni, és ezt szerintem érdemes megfontolni, ezt hogy olvassunk művekhez, illetve más fogalompárokat hasznosítva új élményeket, új gondolatiságokat tudunk felfedezni az egyes vizuális jelek mögött. Annál sokkal többet nem tudok nyújtani, mint hogy kíméletlen őszintességgel magam felé belülről építkezek. Én úgy gondolom, hogy ennél újabbat nem nagyon tud csinálni senki, mert hogyha azt nézzük, hogy például nyugaton festészetileg, művészetileg mi a trend, és amint ezt kiálltam én ki újnak, abban a pillanatban elkéstem, hogyha én azt elkezdem reprodukálni, hiszen már valami után megyek. Én szerintem az az új, ami így őszinte, mert olyan még úgyse volt, ha az ember teljesen belülről magának őszintén, magához is és a világhoz is őszintén viszonyul. Ennyiben mindenképpen új. Nem kell elmondani ahhoz sok mindent, hogy ez különböző érzékenységű emberek vannak. Ez egy ilyen érzékenyítő alkalom tulajdonképpen. Azért csináltuk ezt az egész programsorozatot, hiszen az emberek rohannak napjainkban, nincs idejük erre feltétlenül, hogy most tudományos műveket vagy egyáltalán művészettörténeti dolgokat tanulmányozzanak, hanem nagyon is örülünk azoknak, akik el tudnak jönni és erre figyelmet fordítanak, és úgymond tálcán nyújtjuk nekik a különböző olvasati lehetőségeket. Ezáltal ő majd eldönti, hogy mit fogad be, és ő majd eldönti, hogy ezt igaznak találja, semmit sem kell, viszont lehet.